Sziasztok srácok, örömmel vettem észre azt, hogy ennek a videósorozatnak elég nagy sikere van. Én köszönöm szépen, hogy napról napra többen vagytok, most már azért alakult a feliratkozók száma is. Szóval, csak így tovább nektek is, meg hát természetesen folytatódik ez a napi modelles videoblog is és hogyha esetleg elfogytak a modellek, akkor ö, majd kitálok további dolgokat is. Viszont ö, volt olyan feliratkozóm, aki megkérdezte, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen modellépítő versenyt. Ö, lehet, hogy majd lesz valami ilyesmi is, hogy a feliratkozóim között lesz egy ilyen modellépítős verseny, és akkor a, a nyertest majd valamivel díjazni fogom. Ezt majd még kitalálom, szóval nem is hülyeség ez az ötlet. Na de akkor térjünk is a videónak a témájára. Ebben a videóban egy gyeseves ilyen baker motorvonatot fogok nektek megmutatni, mert hogy sokan nem tudtátok, hogy ilyenem is van. Van, aki azt mondta, hogy építsek egy ilyet. Na de minek építsek, hogyha van gyári? Tehát itt van, még egyszer mondom, hogy egy Kleinban gyártmány, tehát gyeseves ilyen bakert azt lehetett venni ugye Klein illetve illetve Rivaroszi félét is ugye az a minőségi, meg hát árban is nyilván ugye az a drágább. Hát mikor én elkezdtem jobban költekezni a modellezésre, tehát mikor már ugye lett munkahelyen meg minden, akkor olyat nem lehetett kapni, csak ezt a Kleinban félét. Ebből is kapásból három verziót van a sima, analóg, világítás nélkül. Van egy világításos Modell, és ima analóg, illetve van egy olyan, ami digitálisan előkészített is van benne a világítás, és így három árkategória is van egyébként belőle. Na most nekem mivel vitrinbe kell elsősorban, hogy ez a legegyszerűbb verzió igazából. Hát külsőleg semmi különbség nincs ugye a drágább verziókkal összehasonlítva, tehát ennyi végül is. Elég egyszerű kidolgozottságú modellről van szó. Mit mondjak? Körülbelül olyan, mint nálunk a Fuggert modellek, szerintem olyasmi kidolgozottsága lehet, hogy Kleinban az egy kis osztrák manufaktúra. Megmutatom nektek, próbálunk egy kicsit ráfókuszálni. Egyébként ilyen Bacher mit kell tudni? Magyarországon nincsen, sok ugye csak a Gesebnél volt eddig. Illetve most már ugye a Nyeseftől megvette egy darabot a Kárpát Vasút KFT is, és hát mérőkocsit szoktak vele huzigálni, meg van, hogy egy-két teherkocsit is, már volt rá példa. Van egy Iker ilyen baker is, amit most a Mavstart-től leasinggel a Nyeseftől, ugye ez most ugye mavstart a színekben van. És igazából ennyit kell tudni, hogy az ÖBB üzemelteti a java részét a motorvonatoknak. Náluk ez olyan, mint nálunk mondjuk az Uzsgyi igazából. Becenélvének ö, nem hiszem, hogy lenne becenelve. Ilyen zinek szoktam csófolni igazából. Ami egyébként jó ezen a modellen az az, hogy látjátok a légtömlők mindez gyárilag fel van rárakva tehát nem kell utólag pattintgatni rá, meg ragaszgatni rá, mint sok más gyártó esetében, nem, ezen rajta van, szóval igazából ilyen, a tetején sincs semmi extra, látjátok, illetve akkor megmutatom nektek az alját is. Szerintem egész jó kis modell, jelenleg is lehet egyébként kapni, olyan 40 ezer forint környékén mozog mai árak mellett igazából. Én ezt két évvel, két évvel, három évvel ezelőtt, sőt már négy, már négy éve megvan. Csak így számolom, két, év, ja nem, hár, ja nem, már négy év, igen, tehát folyamatosan csak számolgatom, de hát úgy eltelt az idő, mert ezt egyébként maxtrain.hu-ról vásároltam. Vagyis hát személyesen vettem meg, mert ugye Miskolcon voltam vasutas képzésen éppen, és ugye Kazincz van a bolt, és hát akkor személyesen megvettem ezt. De egyébként maxtrain.hu-ról tudtok ilyet beszerezni. Nézzétek meg, hogyha van kedvetek esetleg hozzá. Szóval ebben a videóban erről a modellről lett volna szó. Én köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok. Találkozunk legközelebb. Szevasztok!